Na csá! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Ez a mai rész annyiban egy kicsit különleges lesz, hogy Bence nem tudja még, hogy mit csinálunk. Benne van a garázsban, nem is látta a gépeket, és na figyelj, gyerek ki, ugrass bele az MTZ-be, mert elvileg én azt terveztem neked első járműnek. Arra gondoltam, hogy ez egy ilyen klasszikus, hát olyan rész lesz, ami visszanyúlik a legelső Spin Tires-os élményekhez, hát faszállításról lenne szó. De, mi? Jó? Akkor nem melléküldözünk. Nem melléküldözünk, hanem faszállításról. Figyelj, annyit akartam megkérdezni, ez a közepes pót? Igen. Ott meg a hátul vannak a hosszúak. Hát az igazából, igen, két MTZ, nem tudom mennyire lesz jó. Hátul hosszú. Hátul meg vannak hosszúak, azokat lehet választani. Van egy kamaszunk, meg van egy Mercedesünk, egy ikonikus Mercink is, meg ugye a két MTZ. Én már itt is kibogoztam, pedig én annyira nem ismerem a játékot, hogy akkor ugye elvileg, ahol van középen az üzemanyagunk is, ott van a Logstationünk, ugye? Igen, és ott van egy Logstation. Ott tudjuk felvenni, és a farmra kellene vinnünk először 6 darab medium logot. Ezzel ugye ezt meg tudnánk oldani. Nincs olyan túl messze egymástól. Tankolni meg tudunk középen. Oké. Okay. 6 darab medium logot kell vinni. Az igen. Oké, okay. Uh-huh. Viszont ebbe lent igen. A tankolós alatt csak 4 van. Hol van 4? A lenti izébe. Ahol van a trail restaurant, ne! Tartunk. Ott csak 4 van! Igen, mivel már Tajmir az alappályák között az utolsó, ezért itt már van olyan rész, ahol darabszámos a cucc. És a DLC-kben majdnem minden darabszámos, tehát... De várjál, okay, de alulról tudunk szállítani, ott alul van egy full igen. Station. Jó lesz. Igen, alulról tudunk. Akkor figyelj, verjük neki. Szerinted megoldható? Mert tényleg Bence nem tudott semmit erről, amit én kiterveltem. Mit gondolsz? Én annyira nem tudtam semmit erről, hogy ezek mind a Keeper gépei, tehát eddig úgy volt, hogy én saját géppel, Keeper saját géppel. Ez most mind az övé. Igen, igen. És menjél előre, mert azt mondták, hogy jó nézni, hogy a dörögje ez. Oké, mindenképpen. Raktam egy nagy súlyt neked. Előre. Látom. Azért, hogy nem tudom, hogy az eleje is legyen megfelelő tapadással. Tudod? Igen. Ja, amúgy itt is van fölöttünk egy Logstation, ami korlátlan. Akkor vihetnénk innen kapásból, igen. De jó. A vasútról, ugye? Akkor adjál neki, hallod? Igen. És viszont annyit kell mondanom még. Nem tudom, hogy figyelted ezt a küldit. Uh-huh. Figyelem. Ez írja, hogy... Kell. Igen. Logloader crane is recommended. Ajánlott. Nem lehet autologolni? Hát most nem tudom, hogy melyik Logstation itt autologos. De szerintem ez a főse, ahol darab szám nélkül van, ez az is. Menjünk, azt kiderül. Mert igen, láttam én is. De az ajánlott, az nem 100%, hogy kell, hallod? Ezt én így gondoltam. Egyébként ide kiraktam egy rábát, csak azért, hogy itt, mint egy szobor. Egy műremek itt kint van, egy kultivátorral egyébként. Megy az MTZ, ne viccelj, oppa. Jó lesz ez. Ó, hát. Maximum itt még meg tudjuk orvosolni, hogyha ide is kell, tehát az a legkisebb probléma. Ja, úgyhogy igen, meg tudjuk oldani. Mit akartam mondani? Azt hiszem az MTZ-re lehetett valami ilyen, csak az abban ilyen röngvonszolót, de más nem lehetett felrakni. Röngvilát is lehetett tenni. Igen? Tényleg. Mm-hmm. Ja, tiédre lehetett volna, igaz. Mm. Na. De ez egy ilyen tipikus, autentikus magyar valóság. Jó. Van. Tudsz a trélelbe tenni. Nagyon jó. Oké. Okay. Durancsad. Aztán várjál meg, mert mondták, hogy nagyon szeretik, milyen szépen mozogsz. Azt akarják, akarják látni. Hoppa, egyet raktam. Hát ezt így ilyenkor hogy van? Az a izére ment.
Ez a Nem ja, baj. aha, ja tényleg, aha, jó, van, oké. Vásd át a trailerre. Látom, mi kell. Mert egyébként úgy van ez a manuál pakolásos fadolog, Jó, hogy onnan, ke három... onnan kellene fölpakolni, Igen. igaz? Onnan kell három darabot felpakolni a trailerre, és akkor azután tudod pakolni. Aha. Megint a helyzetem vagy. Igen. Hát azt oda dobtam egy-kettőt, hogy legyen. Na, csapjuk neki. Én egy belső nézetet veretek szerintem, mert az autentikusság tetőfog. Egyébként az MTZ-re dobtam ilyen tipikus ilyen erdészeti cuccot, ilyen bukócsöved vagy mi ez. Nálunk itt Parasztfalván egyébként borulásgátlónak nevezik, de nem tudom miért. Amit igazából ugyanannyira megborulsz vele, nem? Igen. Hú, de! Az a hátsó kerék az elmegdőjében van, vagy jó, jó neked? Nem, jó. Akkor jó, oké, szuper. Mert egyébként lehet, hogy az a 2,5 tonnás súly egy kicsit erős az elején, nem tudom. Gondolod, akkor azt még tudjuk eszközölni, de... Jó lesz. Elég jó viszi. Jó, van, oké. Váltó jó van benne, hogy látom. Váltót tettem bele, igen. Mert próbáltam kifejezetten jól megcsinálni neked. Jó, hát figyelj, ezek az MTZ-k bőven jók lesznek erre. De az pont jó, mert akkor négyet föl tudunk venni középen még. És nem kell sokat menni, érte, nem? Igen. Hát akkor ez nagyon-nagyon cool lesz. És esetleg, hogyha nem fér bele ebbe a részbe, ugye akkor ott vannak a nagy merci, meg a nagy kavasz, a hosszú rönköknek, mert ott volt, látta, volt egy olyan küldetés is. Igen, van olyan rész is. Így azért kéri az energit fölfele, na? Hát, igen. Tehát mondtam valamik részben, hogy a fa az könnyű. Aha. A deszka a könnyű. Ja, hogy? A log azért annak van súly. Egyébként mókoltam be trailer pakokat is. Ha gondolod, a hosszú rönköt is tudjuk MTZ-vel szállítani. Nem, lehet, hogy nem. Nem tudom. Nem kell ahhoz. Már lehet gyengének érzem. De meg ugye nem húzunk semmit magunk után, tudjuk egymást csörlőzni, hogyha nagyon nagy baj lesz. De talán nem lesz. Neked az a baj, a difizárat csak lobba tudod tenni, ugye? Igen, néha el is kaparok előső klikszons. Csak ugye nem is mentek mindig difizárra, hogyha meg könnyen találok, akkor meg szétfogja. De nem baj. Eddig jó. Eddig laza. Mondjuk aszfalton mentünk körülbelül 70%-át, úgyhogy... Még nem csoda. És a... ezelőtti részben leszakadt a... pont. Akkor azok csak az ilyen küldetéses pótok ilyenek? Mert látom, ezek még nagyon nem akarnak leszakadni soha. Hát ugye... ez vonószemes pót, ugye azok meg nyerges pót. A nyerges pótok könnyebben leszakadnak amúgy. Ja, hogy? Nem csak a küldetés pótok, viszont a küldetés pótok azok konkrétan bármitől is le tudnak szakadni, tehát az azokkal nem érdemes vincselni még egyéb dolgot. Az nem vidám akkor, ha. De nagyon haladsz, nagyon mész. Na most lejtőzök, most nem, nem... De hogy te ennyire nem jössz. Nekem ez a vége, ez a vége. Nem akar menni. Nem tudom, van egy... Ja, kilométer óra nincs azt szabad, nem tízébe. Úgyhogy hiába is akarnám megnézni. Vannak ilyen jó nagy kühiek. Hát igen, az van egy pár. Néztem egy olyan módot is, hogy eltünteti a köveket, de hát az meg... Ez meg ilyen nagyon cheat lenne. Az nagy cheat. Aha. Főleg valahol úgy van képítve az útszakasz, hogy direkt az a nehezítés. Ezt így kiszeded őket, akkor meg az... Igen. Bocs, megálltam, hogy... Okidoki. Hol akarsz menni?
Hát nem tudom. Hát én azt... Mehetünk ezzel nehézen is itt a következő után balra. És akkor ott föl. Nem tudom, tudod mit? Elmegyünk a full station-ig. És ott bemegyünk a föld útra. Oké, aztán utána meg jobbra. És úgy, mert a vízen nem mennék át, mert... Oké. Az necces az a víz, de... Benzin is kéne. Okidoki, ja, tényleg benzint azt majd kell felvennünk mindig. Ez tök jó, hogy most már ott van üzemanyag töltés. Viszont legalább haladunk a főküldetéssel is. Próbáltam olyat. Annyira nem akartam belebonyolódni én ebbe a tervezésbe, mert mondom, biztos olyat fogok ki, ami nem működik. Ez mondom, faszállítás, az működik talán. Oké, jó lesz. Ja, hát igen, mert meg fogjuk csinálni mindenképpen itt is a mellékküldiket. Viszont arra rá kell tervezni, mert nem csináltuk meg lent egy küldit, ami egy darab áru. Ezért, hogy beleférjen egy videóba minden, nagyon meg kell tervezni, hogy milyen géppen megyünk le, majd föl. De már megvan a terv. De most papinak a ötletét csináljuk. Igen. De annyira nem volt elrugaszkodott, ugye, akkor. Ugye, nem, tehát igazából én gondoltam rá, hogy a kisebb szállítmányokat traktorozzuk. Úgyis. Tehát, mit tudom én, két darab, négy darab, nem, négy darabot nem, két darabot, mert ugye, izé, pótok, hogy olyanok vannak. Úgyis a nagyobbakat majd később muszáj lesz nagy gépekkel szenvednünk. Hát meg muszáj lesz kamionozni, tehát muszáj lesz az, hogy azért egy rész alatt meg tudjuk csinálni egy küldet, és ne fordulunk 86-szor, hogy egyébként nézd. Egy kamion, és van a platón kettő hely, meg 20 maga után kettőt, és akkor az már négy. Hú, hát ez elég mély lesz ez a sár, nem? Nem raktam fel a széles gumikat neked, mondom, az annyira nem volt autentikus. Hát azok a széles gumikat én is levettem, mert az nem volt. Ez egy prúrva volt, olyan volt, mint egy dragster gép. Ja, körülbelül az oroszoknál el tudom képzelni, hogy öltették, de máshol nem. Hát én akadós vagyok, ez egy kicsit gyengébb. Szólj, hogyha... Meg, Nagy csőlő van rajta? Nem, kicsi. Ő nem tudtam rárakni nagyobbat egyébként, csak a autonóm volt az egy lehetőségem, ugye én nem vagyok olyan nagy szintű. Hát hogy... igen, hát ugye kipőnek a modos sárkányok felszerelés is néha nehézséget okoz, mert gyenge vagyok nem, még. Nagy, nem maxos, én meg ugye maxos vagyok, tehát én mindent fel tudok tenni mindenre. Meg van 3 millióm. Ezáltal én mindent is ki tudok maxolni, de most ez így jó. Júj, mekkora kövek már megint. Most nem pörgetem az időt direkt, hogy ne az legyen. Azt én hülye pótot ráhúztam a legnagyobb kőre, majdnem felborult. Szóval, hogyha húzzanak, mert most van diffin, most jól megyek. Meg vagyok, megyek, majd kiabálok. Tudom, itt, így, csak így picit. Oké. Küldöm neki. Raktam fel ez egy pót, az kicsit izé volt. Necces. Raktam fel munkalámpákat neked fölőre is, nem tudom működnek-e. Lekapcsolod lámpád egy kicsit? Aha. Fú. Ilyen fénye van. Hát nem a legerősebb. Nem a legerősebb, de azért ad ki fényt. Na, lelkoztok, mert majd talán az aszfalton föl küzdöm magam. Hát ezek nagyon lazák, ezek az MTZ-s. Zsolt Sebő írta ugye, hogy csitesek. Meg az utolsó részhez is írt, hogy végre rájöttem, hogy nem csak MTZ-vel lehet megcsinálni dolgokat. Nem, izével csináltuk, T25-ökkel körülbelül. De, igen. Ja, hát nyilván lesznek olyan dolgok, amik azért ezzel nem lehet megoldani, pont azért csináljuk az olyan dolgokat, amiket meg lehet ezzel, hogy működjenek ezek is.
Nyilván jöhetnénk nagyon OP gépekkel, gyáriakkal, vagy akármivel. Nyilván jöhetnénk két kamionnal, és akkor konkrétan a 6 fát le tudnánk húzni egyszerre. Na, tankolási? Azt a betyár. Hát igen, az a fogy. Ide is hoztunk mi üzemanyagot, ugye? Úgy lett itt. Igen, itt hoztunk üzemanyagot, de itt azt hiszem alapból is van ez a benzinkutacska, csak mi az? Készletet kell frissíteni. És nem esik. Amióta szittuk a játékot, hogy mindig esik. Szittad. Vagy szittam a játékot, hogy mindig esik. Azóta nem esik. Öcsém, arra bementé. Oké. Okay. Hát... Jó, hát ne, ne... Ez az útnak nevezett. Ne az egyszerűbben menjünk. Így is túl lópék vagyunk ezekkel a csodálentézekkel. Ez amúgy egy könnyű útszakasz, viszont egyetlen olyan kanyar van benne, ahol én négyszer nem borultam fel, egyszer se. Na, akkor menj, lassan megy előtte, hogy lássam. Hallott? Tehát az egy annyira egyszerű kanyarnak tűnik, de van benne egy kicsi dőlés, és már borulsz. Gondolom szándékosan csinálják a készítők ezeket a kis feature-öket, hogy... Igen, tehát így ránézem, hogy azt mondod, hogy sima liba. A tajgával szerintem négyszer borultam föl a tajgával. Már a végén azt hittem, hogy ezért sírva fakadok, mondom, hát nem hiszem el, mondom, egy ilyen OP gép, érted itt? És ott fogunk elmenni MTZ-kkel? Ezekkel a magas pótokkal? Meg lehet azt oldani. Ja, hát remélem, hallod. Itt is úgy van, hogyha felborulok ezzel, akkor így lehullik róla a fa? Igen. De jó, de jó. A méhészet meg leköltözött ide, itt volt mellettünk. Vagy az jaj, itt? Hát itt is van. Szóval... azt is csináljuk. Hogy itt tököm babonát. Figyelj, menjünk a nehéz kanyarba. Lesz jó. Egy kis izgalom. Csak szólj előtte, mert nem szólsz, akkor én biztos, hogy felborulok. Oké. Okay. Uha, mi történik ott elől? Van egy kis árok. Oké. Okay. Jó hangja van annak az MTZ-nek. Figyelj, én itt rakok már egy lót a kapásból, aztán úgy meglendülök. Kicsit visszajöttek a Spindrianos-os emlékeim, komolyan, tök olyan. Ez az átkelés itt például. Na, adjuk neki. Majd csöllözzés, mert... Kelleni fog? Hát elejét betolja. Jó, mondjuk rajtam van 2,5 tonna súly elő, lehet azért túlta benne. Lehet. Á, figyelj, nem gép, ha nem bírja, csörlő nélkül. Jajjaj. Jó, ezt szereti. Bírom ezeket a retro gépeket. Egyébként nyugodtan adhattok ötleteket nézők, hogy milyen gépeket használjunk esetleg. Legyenek-e újabbak, legyenek-e nagyobbak. Esetleg konkrét típusok, amik modokként szerepelnek a játékba. Jövök ám, sikerült, szuper. Most jön a izé, nehéz kanyar? Nem, még odébb van. Itt is van egy nehéz rész, mint elfogy az út, és ilyen vízmosás lesz. Itt igazából csak engedni kell. Az MTZ az egy kicsit itt, pici, kis MTZ az szopik rendesen. Na. Húha. Ezek a kicsi fák, vagy még a közepesek is úgy dőlnek ki a csörlőtől, mint a szar.
Gyere egy picit, ezt remélem nálad is jól látszik. Próbálok. Nem egyszerű. Oké, jövök. Na. Fölborultál? Nem. Még nem. Még nem, csak ez nem van borulva. Ez az a kanyar? Ez nem az a pót, kanyar, viszont itt lehetőleg te is kössél majd ki egy fához. Oké. Laza lesz, figyelj, én megoldom kikötés nélkül. Jaj! Jó, ez itt még nem baj. Ja, mert a három rajt van, vissza tudod. Még mind a három rajtam. Aha, oké. Megijedtem. Na. Azért, de miért akar felborulni? Az enyém is borul fel. Azt a betyár, hát fogyar. Ez nagyon-nagyon kellemetlen. Itt tényleg szar hely van, hallod? Én meg itt tőled, azt hittem, hogy húha. Milyen egyszerű lesz. Hát igen, itt elfogyott az út, és ilyen vízmosásos izé lett. Azt a betyár, hallod? Nekem meg itt egy nagy böcek kavics lábam közt, úgymond. Jó, oké. Okay. Azt a... Én ezt nem merem elengedni vele. Sanyi! Ez veszélyes környék. Hát ez az, igen, ez az. Ugye nagyon föl van ázva a talaj. Ja, mondhatjuk. Jézus, felborúzz! Hát, igen, én ezt én is láttam, hogy ez nem fog átjönni úgy, ahogy... Bore. Sokáig tartott az a fa. Várjál, ne kössek rá az izédre? Ja nem, már pont most már elfordultál. Hüha. Ez a baj, hogy nem nagyon haladok ám, mert... Oké. Okay. Minden oké. Okay. Minden oké doki. Ezek a kicsi fák, ezek nem valami tartósak. Hát az ott nem. Ó, hogy beszorult egy kő a pót alá. Baszki. Nyugi, mindjárt. Én haladok, előzök. Nem lenne probléma. Mindjárt előzök, hallod? Vagy nem, lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen. Ú, egy kicsit megvan dőlve. Ja, jó lesz az, de ott egy akkora kő. Hát... Az összes fát kitépem. Nekem már nem marad. Itt van egy icipici. Jaj, nem, nem. Bocsánat. Majdnem becsörlőztem most a izédet. A pótodat. Én megkotlottam itt majd. Lehet, hogy majd ki kell mentened. Mert itt ez. Ez nagyon megkotlott. Engem próbálsz? Igen. Nem lesz jó. Én oda fölmegyek, el fog dőlni, ez is jobbra. Nekem jó lesz itt benn. Vidd csak ki a izédet, a cuccodat. Ajjajjaj. Az nehezebb lesz. Mert akkor meg ugye fölmegyek én arra, akkor biztos, hogy beborul jobbra. Frankó lesz, minden oké. Okay. Gyerekek, ez így volt tervezve. Csak úgy szólok a nézőknek, hogy ne gondolják, hogy itt mi ezt úgy nevezzük, hogy elakadás. Taktikai szünet, indulócsel, ilyesmi. Ez indulócsel, igen. Kimegyek én is segíteni valamit, vagy nem tudom mit megtámasztani? Várjál! Figyelj, meg se fog mozdulni, meg üresbe se lehet. De, megindultam mind a... Igen, csak süllyed be a pót. Melyik? A tiéd? Jajjaj! Az enyém. Jajjaj! Ne! Oké. Okay. Na, most könnyebben kiúzod. De vigyázz, ki lehessen. Jó, én meg előbbre megyek, aztán majd csörlőzem az enyémet. Hát ez... És akkor még ebből kell hozni összesen négyet? Ne! Kellett volna dupla póttal jönni. Gyorsabban végeztünk volna. Nem gondolod? Hát,
Nem. Dupla pót kellett volna ehhez a munkához. Két póttal jönni, két ilyen nagyjal. Ja. Egyre bonyolul, vagy egy feszélyesebb. Azt a két rönköt nem bírjuk meg észre visszadobni szerintem. Fönn van. Nálam fönn van. Igen, tudom, csak ha leesne. Azért határesed volt. És itt van valami nagy kő, nem? Valahol. Igen, de most állít, te elmész mellette. Én ahogy látom lelki szemém előtt, te fogsz menni okay, mellette. Oké, vagy de jó. Jó, próbálom csörlözgetni ezt a rohadt tüzét, csak az a baj, hogy én megyek visszafele. Nem, 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 az ő, nem ő akar jönni. Hát lehet könnyebb lett volna amúgy a vízbe menni. Hú, hát ez eléggé rossz hely. Csúnya. De legalább látod, hogy ugye a vízmosások mennyire meg tudják nehezíteni. Hát ez nagyon durva, hát itt izé van másfél méter mély, hallod? Mert izé, visszatolatok, el tudsz jönni értem, hogy végig rángatsz? Persze, csak ki na, az a megyenesre. Jajaja, oké, mert én itt szerintem hiába megyek előbbre, mindig visszahúzom magam a csörlővel, annyit érek el így egyedül. Visszaakasztok, aztán akkor valami lesz. Azt a betyát. Hát még jó, hogy tankoltunk, hallod, itt elment az összes zöldjak körülbelül. Jó, én megpihenek, addig eszívok egy cigit itt. Hazafele is tankolni kő. Valahol. Hát, itt nem szállnék ki, még gumikis üzmálva se. Figyelj, mert áll a gép, nem? Arra kéne ott, ott ahol te is húztál, úgy. Nagyon király. Ó. Elérsz? Ah, pont. Király mód. Na, adjunk neki. Ez az. Fogadjunk, ez is felborul. Mibe? Nem, az most jó. El fog kezdeni dőlni jobbra. Megpróbálom. Lehúzzalak így. Megpróbálom így. Megpróbálom kicsit merőlegesen, hogy ne. Oké, jó ez. Ó, szuper. Hát nagyon cool lett. Hát Jó, oké, nem baj. Szóval nem baj. Nem baj, hát ez nem baj. Ez nem baj, jó. Tudsz előre menni? Igen, rá akarsz fogni a pótomra, gondolom. Igen. Csak addig nem akarok megmozdulni. Az lesz a... Okay. Várjál. Ahol elszakadt a kötet. Jó van akkor. Hát figyelj, olyan erő van ebbe az MTZ-be. Szaggatja itt az istrágnot rendesen. Oké, okay. Akkor most már visszarakhatom a kargómat, gondolom innen. Igen. Remove cargo, oké. Okay. Faszaled óra, azt javod meg. Na, jó. Hát, nagyon. De szerencsére itt ki kell választani melyik cargót. Amúgy... Törni. Ja. Amúgy kicsit kezdem érezni az elkeseredést a hangodba. Dehogy is. Nem? Ó, hogy a fenébe nem. Akkor... Ha? Semmi, csak van egy kis fönforgás. Mindjárt megmondjuk. Pótkocsit csatolom ide erre a fácskára. Ez így jó lesz. Megindultunk, jó van. Hát ezek a apró kerekek, ami ezen a MTZ-ben van, ezek nem most nem belesüllyednek a sárba, hanem a sár alá kerülnek konkrétan, vagy nem tudom így kis alátszal. De miért nem megyek bár megint? Hát mibe akarok kelni, ha őrüled? Meg így kb. Mindent kitépsz. Minden második bokrot. Hát igen, a kicsi fákat az... Azokat viszi a gép. Na. Ja, na jó, megindultunk, jó van. Akkor lesz ez... egy kis lélegzetvétel. Ez volt a izé? Ez volt a nehéz kanyar? Nem, ez a vízmosás volt. Erről nem is szólt a fáma az elején még. Azt hittem, ez nem ennyire komoly.
Jaj. Na most kezdődik a nehéz kanyar. Ja, de jó. Vagy ami nem is nehéz, hanem csak cseles, mert azt mondod, hogy ah, itt kemény a sár, simán fölmész itt. Uh-huh. Csak simán meg is borulsz. Majd szólj, nagyon... szólj, vagy hol? Itt te. Tehát így, itt így gyere teljesen át. Jobb oldalra? Igen. És úgy fordulj, kezdj el fordulni, hogy az MTZ-m a fűben van. Menjek át bal oldalra teljesen, vagy jobb oldalra maradjak? Hát így, ahogy jössz most felém. Igen. Gyere ki, úgy, mintha egyenesen kijönné a fűre. Ja, egyenesen, tovább. Jó. Felborult. Van egy kis... hátrafele nézek el. Ja, itt volt egy lyuk. Most a jobb kereken ment bele, oké. Ez még jobbik eset. Hát nagyon királyok vagyunk, hallod? Hát ez easy peasy. Izével kellett volna jönni, T25-ökkel, két pótkocsival. Ne, figyelj, a következőt vihetnénk. Ja, nem tudunk. De, tudunk, mert ott lesz izé. Tudunk venni még... mi azt? Még kettő ilyen pontot, mert ott föl van szabadítva. Két dupla póttal gyorsabb megcsináljuk, mi? Oké, megbeszéltük. Meggyőztél. Hogy dupla póttal kell. Figyelj, nem lesz itt probléma. Hát nem kell kettőt fordulni. Dupla póttal, sicsúcs. Ráfogunk, fölvesszük, még egyszer. Ezt ízeg. Sicsúcs lesz. Bírják ezek? Meg akkor már nem lesz ennyire veszélyes útvonal. Megpróbálunk egy jobb útvonalon menni, nem a veszélyesen. Megyünk át a vizen keresztül, az sokkal könnyebb lesz. Sicsúcs, na, meddig kell még vinni? Hát már ízeg. Megőrülök. Jó, akkor még majd két tudunk, de jó, hogy tudunk kettő pótot venni még. Te is örülsz neki, tudom. Nagyon. Hallatszik. Tudj, egyébként a sebesség az nem a meg erőssége ezeknek a gépeknek. A sárba. Az a baj, hogyha nagyon mély a sár, ezek a pótok olyanok, mint valami horgony kb. Nem? Igen. Hát úgy sajnos ez alap játékban nem lehet a pótkocsikat változtatni, a modok meg nagyon hülyék. Furák, aha. Ja, láttam. Túl toltak. Van egy benzines pót, ebben meg tudsz tankolni. New trailer discovered. Wow. Én nem is látlak téged ma merre vagy, more. Hát én majd eljöttem a porthoz. Jaj. Szuper. Oké. Nem láttad a fát. Igen. És már akkor nagyon gyorsan... Merre? Merre mentél a porthoz? Erre. Gyere felé. Itt van a sarokban. Egy kis scout. Ja, várjál! Van egy ötletem. Röggelett. Hát ezek az MTZ-k hengerfejesek lesznek a nap végére. Az biztos, bár. Az biztos. Ott van kettő MTZ-ben. Vagy három. Itt valami izé van. Műhely. Hát itt egy farm van. Ja, hogy? Akkor itt lehet, hogy van traktor, tényleg. Ott van benne a pót hátul. Ó, addig be kell menni, az édes anyja szemét. Ez van itt a furik is. Na, szuper, azt is visszük magunkkal, jó ötlet. Nem, csak kijöpözöm. igen, jó. Egyébként nyugodtan nézők, írjanak ötleteket, hogy, de azt nem merem meg... Reális ötleteket. Nem merem megkérdezni, hogy kinek az ötletei jobbak, mert biztos vagyok benne, hogy engem nagyon leoltanak. Hogy mindig a hülyeséget találom ki. Egyébként nekem... Nem volt ez hülyeség amúgy. Nem, meg a kettő pótkocsival jönni, az meg főleg egy jó ötlet lesz. Jó, az már... Határeset.
kétségekkel állnék hozzá, de... De legalább hamar meg lesz. Fú, te, neked van highway-zaid, fokozatod, vagy valami? Ez a traktor, ez miért ilyen lassú? Én valamit elcsesztem ennek a váltójával, vagy valamivel, nézd már meg, hogy ez ennyi, és autóban a 3x4-be ennyivel megyek, az. Jövök, meg vagyok, faszol. Majd ránézek. Tuti valamit elnézettem, valamit elcsesztem. Akkor most megyünk a... Megyünk a bár... nem warehouse, hanem... Jó messze van, na. Repair station alá. Lock stationhoz, ja. Reméljük, hogy tudunk autó loadingolni, mi? Nagyon reméljük, ha nem, akkor kihozom a saját MTZ-met, azért rakodó van. Wow, oké. Okay. Meg, ja, oké, okay. Én meg akkor majd az egyik gépet lehet, hogy... Ja, nem. Majd ezt kitaláljuk, hogy a nagy mercivel, meg a kamazzal, hogy visszük el a nagy rönköket. Az lehet, hogy ebben a részben nem is fog beleférni, ahogy érzem. Szerintem sem. Meg én előtte ránéznék a nagy logós küldire. Uh-huh. Hogy lehetséges-e. Nem lehetséges? Miért nem? Nem úgy, hogy lehetséges-e. Mármint, hogy azokkal a gépekkel, tudod? Ja. Először beleülök, megnézem, hogy van felupgrade-elve. Ja. Hát azok... Főleg a offroados gépeknél, ugye nekem sok upgrade nincs meg. Uh-huh. Meg sok szinthez van kötve. Uh-huh. Tehát én váltó, motor, valami ilyesmit azért ugye tudok jobbat beletenni. Uh-huh. Nyilván nem túlnámtól, de azért váltó és motor kombót olyat tennék, hogy kihasználja egymást. Nálam legalább így van ez a fék, hogy nem tudok belerakni jobbat, látod? Igen, amúgy ilyen szempontból fék, olyan szempontból nem fék, mert van, hogy ugye már egy váltót bele tudsz tenni, viszont egy nagyobb motort nem tudsz beletenni, és így a váltó nem tudja leadni a izét. Ja, rosszabb, mint... igen, az egy ilyen... tényleg, akkor már ilyen kontraproduktív leszek vele. Huha! Igen, itt is nagy a átfolyás. Ja, hogy? Lasszóztam. Elmegy. Jaj. Ó, nagyon jó. Nem tudtam, hogy mi ez hirtelen. Rendesen fékeznem kellett fölfele. Jaj, nagyon jó. Szuper. Várjál. Nem jól felejöttük? Mi? Fasza lesz? Kérdés. Fölmenjünk. Egyenesen. Ottól elvittük a izét. Jó, az egyenesen is. Hagyjál neki, hallod? Egyenesen. Hát ezen a videón át, nem? Itt. Amelyiken rajt vagyunk már egy ilyen úton. Vagy hol vagyunk, bazza? Ja nem, jobbra. Jobbra kéne, ja. Hát fölmentünk a dőlt úton. De átmehetünk itt a vizen is. Mehetünk a vizen. Menjünk a vizen. Aha, de nekem teljesen mindegy egyébként. Ezért jó nem lassan menni egyébként. A dőlt utat azért nem javasolnám, mert hát nem tudom, hogy az MTZ-ek úgy bírná. Ja. Megdob egy kavics főbolunk. Mondjuk azt sem tudom, hogy itt hogy fogunk átmenni. Raktam neked felső beszívót, úgyhogy... Jó kis izéke. De az gyors kötözőbe össze van rakva. Igen, amúgy. Próbálj meg nyomomba jönni, de nem teljesen. Oké. Oha. Miért fogom, vagy miért választom én mindig ezt a kiskabinos 82-est, komolyan mondom. Nem tudnék egy... Erősebb traktor választani soha. Vagy nem is az erősebb egyébként, mert nem, soha nem azzal van baj, hogy lekotkodál, hanem hogy nagyon vékonyak a kerekei, azt nagyon elássa magát. Jövök ám, szuperül. Csak nem akarok
följebb állítani, mert így még elevickél. Tök jól lógnak a spaniferek a pauton. Tök jó fizikájuk Aha. van. Imbálóznak. Meg a pauton az a spiráltömlő, az is így mocorog. Hát igen, azért a fizikára oda tették magukat. Szinkronra is jobban ráfeküdhettek volna, mert néha vannak érdekességek. De... Igen, most egész jól összejött egyébként, csak 3-4-szer. Nem, 3-szor kellett újraindítanunk, hogy összességében. Ja, igen. Hát de figyelj, ha nem kellett volna még modot leszenni, azt a 4-et lehet elsőre megint. Egyébként raktam, azok majd hogy nem mind. 3 darab ilyen trailer pack-ek, majd megnézel őket, hogy melyik használható. Lehet, hogy vannak benne érdekesebbek. Nagyobb munkákhoz, vagy bármi. Ilyen extrémeket nem raktam be, mert láttam, vannak olyanok, hogy ilyen 10 meg még a fölötti szállítmány visznek, hát nem tudom. Ja. Ez ugye elég furi. Jó, tököm babarák mindenem. Rövidítettem. Jó, viszont csináljuk a küldetéseket, úgyhogy nem a hülyeség megy. Az csak egy picit. Hát ez produktív munkát végzünk. Remélem most már jó hang. Először első részekben Bencének volt nagyon hangos, utána az utolsóban most nekem a mikrofonom, talán most jó lesz. De egyébként nem panaszkodtak egy résznél se, úgyhogy annyira talán nem volt vészes. Hát most a utolsón, ami ma ment ki, ott írták. Írták? Jó. Hát írtam egy kommentet, hogy hát ugye látjátok, hogy hát hiába tervezzük meg a dolgokat, nem mindig sikerül. Uh-huh. Azt az alá írt a Niguskaja, hogy igen, most kicsit hangosabb vagy. Ja. Meg olyan volt a fura, amikor én beszéltem, és te is. Akkor tiédet így elhalkítja. Igen. Érdekes volt. Nagyon szuper. Itt is tudunk tankolni egyet, ugye? Aha. Elvileg, az szuper. Úgy lesz sár. Azt akartam mondani nagyképűen, hogy megtollak, hát... Ja. Látom. Nem jött össze. De az MTZ-re picire még a dupla kereket se lehet felrakni. Pedig aztán azért felszokták pattogtatni. Meg arra kellene is azért. Hát igen, ez nagyon, nagyon szűk, nagyon vékony a kerék. Jó, hát ez mennyit tud. Majd cserélünk. Hozzuk a rábákat meg minden. Ja, többen írták, hogy legyen ilyen tutoriál már előző részekben is, hogy kell modolni. Hát én csinálok róla, de egyébként ugye eredeti verziód van, akkor menüben. Főmenüben tudsz választani a modok közül. Csak ugye abban vagyunk, azért vagyunk bajva Bencével, mert nagyon sok a modern mod. Majdnem csak az van, nagyon kevés. Érdekes, hogy nagyon kevés a traktor, nagyon kevés a ilyen autentikusabb jármű. Ott kell üzemanyagot vételezni? Jézus úristen. Nem, hát ott a zék előtt. Veled szembe. Oh yeah. Ez a repair station. Ja, és ott meg tudod javítani? Hát, hogyha van damage-et rá, azt megállítja. De jó. Rácsodálkozok a dolgokra. Itt van egy pót. Ja. Itt egy pót kocsi. Egy pót kocsi, jó.
Na, oké. Ide akkor le kell mennünk kalánk, ugye? Igen. Lehet, amúgy megfordulnék és erre is jönnék majd vissza. Jó, oké. Te vagy a főnök. A logisztikai menedzsmentet te viszed. Én csak így inkább ilyen kerékkötő vagyok, hátráltatok. Te várjál, nem vettük meg a dupla pótot. Hol van az? Hát még meg tudjuk. Ja, oké. Ja, mert úgyis külön kell fogni rá. Oké. Erről jut eszembe a hátráltatásról, hallod? Ez már eléggé nem jó. Figyelj, akár meddig visszük el, mindenképp nyerünk vele. Wow. Hagyd már. Sőt, itt nincs is ez, de van. Ja, azt mondom. Azt hittem, hogy nincs ilyen manuális pakolós rész. Az mindenhol van. Ja, értem. Lesz. Nem biztos, hogy itt, de lesz olyan küldő, ahol csak manuálba tudsz már pakolni. Ah, igen. Én nem tudom, valamelyik DLC-be volt, emlékszem, hogy... És ott még nem volt meg az a jó kis darum. Az a jó kis Volvo. Miért nem engedi fölrakni? Be kell állnom a izével is, a trailerrel is? Nem. Nem, elég. Ha a traktor benne. Lehet, hogy hosszú logom van. Nem, medium van. Azt írja, hogy no more cargo left. Ne! Akkor ebben miért? Nincs több izé? Nincs rajta ezen több izé? Ja, várj, ú, basszus. Ezen csak egy volt. Mert úgy van a négy benne, hogy izé. Hogy ugye három, egy pak. Jó. Akkor ezt nem tudom fölvenni, igaz. Hol tudom fölvenni? Hát, vagy lent. Vagy pedig... Vagy fent. Ott van egy logstation. Hát, lent. Meg ja, fent. Igen, lent, meg fent. Ja, farnál kell rakni. Vagy pedig jobb fent. Hát ez nem baráti. Hűha. Medium locks. Jó, ott végtelen van. Akkor mit csinálják? Fölmenjen? Vagy mi legyen? Gyere be, add el a pótod. Ugrassak föl, ott megveszem a pótot. Azt megvan és én is felugratok, és lehozok egyet. Ja. És akkor itt meg összeszeded a ami itt van, nem? Igen. Jó, ott ez olyan jó. Megyek. Küzdök. Én eddig kiviszem ezt az útra. Igen, itt elfelejtettem, hogy a fána ugye, ahogy írja, azt le kell osztani. Ja, hogy van a sorta, vagy a rövid, az egyet ér, vagy kettőt, a közepes az hármat, így van valahogy? Nem, itt mindegyik log egyet ér, tehát úgy van, hogy ha longot kér, akkor ugye egy long. Viszont egy pótkocsi fa log, az három darabból épül fel. Tehát, mint látod, itt a longból hármat ír, tehát egy kocsi long ja. Benne. Oké, akkor ugratok vissza. És igen, emlékeztem, hogy most már émlik, hogy a négyet írt a izére, közepesre, meg lent is négyet írt, és itt tűzítettem azon, hogy de ez nem jön ki a matek. Ugye mindegyikben marad egy. Mindjárt megyek én is.
Oké, én is veszek akkor itt kettő Trailort. Hát ez így lehetőrös lesz. Azt mondod? Hát, hogy egy icipicit túl gondoltuk, de hát annyira nem. Szeretem ezt a kamerakedelést néha körülbelül nem tudsz vele mit csinálni. Hogyha valami közel, objektumhoz közel mész, akkor borzalom tud lenni. Hát akkor ilyen. Japán. Jó, mert így még egy rá tudok fogni, nem tudunk rá, nem tudunk egymásra fogni. Jaj, 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 nem lesz egyszerű. Oké, megyek a logokért. Auction. Úgyis nekem kettőre kell pakolni. Egyáltalán remélem be tudok menni a vasútállomásra. Jó, viszont ezt el tudjuk vinni ezt a négyet, akkor meg is leszünk. A küldetéssel. Az tök jó. Ó, látom, hoztál ez egy csipeszt is. Ja, mert ez a tiéd? Ez már a cseréltél? Igen, ez enyém. Hát ugye én a te gépeid, de nem tudok visszaugratni. Ja, nem is tudsz visszaugratni, akkor még szerencsé, hogy volt, de jó. Tök jó. Húzdok ám, próbálok. Nem be. Ugi. Oké, jaj, de jó. Jó, hogy akkor ezt előrébb állok egy picit, ezt ráfogok a másikra is. Hát, hogyha ezt el tudjuk húzni, akkor ez csodás lesz. Fölrakod kézzel? Megpróbálom. Vagy pedig itt vagyok álbár, de mit sem gondolod? Mint a érdekességnek, nem tudom mennyire lát. Látszik, most nagyon mozogva. Most nagyon látlak. Jó szinkronizál. Látszik, hogy mozog is akar. Jó szinkronizál szerintem. Megpróbálj akkor állni beljebb? Kicsit, hogy... ja, egyszerre kettőt is lehet, az tök jó. Kicsit így keresztbe állok. Egyszerre kettőt nem fogunk azért. Nem? Itt is ugyanúgy van az irányítás, hogy krémbe kell váltani, vagy pedig itt vannak ilyen hát, gyors direktők. Igen, olyasmi, mint a krém mód, csak itt forklift mód, azt hiszem, valami ilyesmi. Pedig egyébként farmingban retteltesen jól eltalálták ezt a, hogy egérrel, tudod, az egér különböző kombinációival. Az nagyon jó ott az irányítás. Igen, hát az itt is el kellene.
Nem, csak bízunk benne, hogy elég magasra tudja emelni. Mondjuk lehet, hogy az ember használna egy ilyen joystickot, meg egy-két ilyen vezérlőt, akkor hogy tök jó össze lehetne rakni egy ilyen setupot ez a játékhoz. Csak nekem farmingban is az volt a problémám, még a kormánnyal is, hogy azért egy csomó gombot az tök jó billentyűzetről használni, meg ugye, hogyha kívül mozogsz, a járművön kívül. Jajjajjaj, nem fogja tudni felemelni, nem úgy. Nem. Hát ez a vége. Hát, nem sok kell egyébként. Be kell állnom egy gödörbe, hallod? De nem tudok felállni, az a baj. Ja, én is azért mondom, hogy a másik oldalról esetleg. Onnan. Ne. Júj! Oké, nem baj. Minden rendben van. Jó az neked? Elengeded, elkaplak. Ne. Perfekt. Nagyon jó. Még van egy log a földön is. Igen, ott van egy log. De hogyan? Nem tudom. Megpróbálok odaállni, egy kicsit közelebb. Viszont közel kell állnod. Igen, igen. Hát ez figyelj, forgó zsámolossal tolatás, ez egy izgi-bizgi feladat lesz itt nekem. Mindjárt megoldom, dinamikusan. A váltó gyorsabban szed. Jáztam, jövök előre, csak visszatolok. Jaj, még csoda, hogy eddig sikerült, jó van. Jó, ez megy keresztbe is. Hát, hogy csak nem fogsz előre bukni. Ha belemegy, és előre bukok, nem baj. Na, így valahogy, nem tudom. Hát így talán magasabban lesz az első kereked is. Csak viszont előre fogsz dőlve lenni. Jé, more. Jó az, jó lesz. Tiszta jó. Erre szokták azt mondani, hogy tiszta hülye, aki nem normális, de hát meg kell próbálni. Hát, hallod, ez figyeld meg, hogyha lejjebb mész, az lesz a baj. Hogy akkor pont annyival fog lejjebb kerülni. Ah, most látom. Nem, ez így jó. Ez így jó lesz. Árja, még nem bízunk el. Figyelj, megyek egy kört. Oh. Ó, tökéletes. Jó, jó az, jó az. Jó, az döntsd előre, aztán király. Várjál. Befér vajon a kettő közé? Szerintem nem. Meg de szar a hitbox. Opa. Opa, be. Nagy gázzal bevett. Nálad is benn van, ugye? Igen. Igen, tök jól szinkronizál most. Mit akarok? Ezt? Ezt? Nem, ezt? Meg van egy log a földön egyébként, azt nem tudom, föl tudod-e venni, mert akkor nem kéne visszamenned. Úgyhogy az oda van ragadva, hallod? Ha.
Izéből vannak ezek. Lufiból. Hélium. Azaz. Micsit izének. Rebegnek. Na. Szerintem az jó már. Jó az. Lehet, hogy bement, de lehet nem jön ki. Hát úgy nem fog kijönni, hogyha nem akarja elengedni. Vajá, így, jó. Aha, most elengedte, jó. Nálam kijött, csak felborultam. Autónom csörlőd van, vagy nem? Nem, de mindjárt orvosolom igazából. Szerintem nem fogom úgy kijönni, szóval inkább így. Ja, oké. Okay. Még fel akarod rakni ezt az egyet? Hát föl. És akkor még hát én? Van idő, nem? Jaj, hallod, nem szabad megmozdulnom. Hát ne. Mert én mozgok, de a röntgök azok maradnak a levegőbe. Úgyhogy én nekem innen nem szabad eltűnnöm, vagy elmozdulnom, amíg nem rakom magamra. Valami, teszek föl egy kis súlyt is magamra. Nézzék kellett volna az OP darud. Ja, nem darúzhatók a röntgök, de egyébként... Darúval nem darúzható a röntgök. Ja, van ilyen mód, azt néztem, hogy darúzható válteszi a röntgöket. Mondjuk... Ez jó közel van ez a garázshoz. Hallom, amikor recsent az MTZ itt. Érdekességnek érdekesség ez is. Plusz kihívás. Hát egyébként látod, nekem meg ez lenne agyfasz, hogy ez a szemberek. Ez engem mindig minek szokott őríteni. Főleg azért, mert jó, oké, persze meg lehet tanulni, de az irányítása ennek a ezeknek a kréneknek itt nem jó. Nem. Meg főleg itt a nem. Nézet. Nagyon nem tudod forgatni szabadon a kamerát. Mert még azt lehetne, hogy tényleg full szabadon forgathatod azt a kurva kamerát. Imore. Az igen, az a kisebbik súly. Az... Csak másfél tonna. Vósz két és fél tonnásra. Ó, more, hogy pont beleért. Nagy a gaz. Ezt tudod, hogy lehetne még jó, hogyha éjszaka? Még éjszaka? De jó, jó is lenne. Nem, nappal azért így. Ja, nagy a gaz, itt le kéne érni. Damilozni. Neked ott a rönk? Aha. Húdik. Nálad nem? Nálam a traktoromnál körülbelül. A vége nekem a nyírfánál van. Vagy mi ez? Szerintem nyírfa. Jó. Kellene volna hozni egy stílt. Ezt a gyírfát kidönteni, mert olyan jó indexképnek való lett volna ez, csak itt ez a gyírfa. Hú, de jó, kijött a pót alól. Pót alól. Ben volt a vége a pót alatt. És most hol van? Kezembe. Kezembe? Tényleg? Nem szivatsz. Nekem lejön a földön. Jaj, ne, hogy itt vérezzen ezen, hogy most nem akarja szinkronizálni. Vesznek itt anomáliák, hallod? Szerintem nem akarja szinkronizálni, figyeld meg. Mert ne, én pedig...
Rakd bele, hallod, azt meglátjuk, le tudom bekötni, de nekem itt felver a földön. Amúgy te ezzel súlya, ez nagyon baba. Igen. Kár, hogy nem látod a dönköz. Jó, hát elképzelem, hallod? Így megvágom, retusálok oda egy ilyen izét, egy területet. Mesterséges intelligenciák, neki kell adni. Ben van. Ben van? Na hát akkor megpróbálom. Hát, hát... Várjál, hadd vegyem ki a izét. Az is beleépül. Itt feladta a játéknak az engine-je dolgot, hogy ezeket leszinkronizálja. Na, most megpróbálom, jó? Oké, ha nem megy, átülök. Hát ha. Pakkargó. Nincs elég rönk. Na, akkor várja. Akkor én átülök valahova addig. Oké. Oké, okay, hát átültem. Lehet, hogy izé nálam jó lesz. Not enough logs, várjál. Mi a problémád? Aha. Na, mizu? Látom, mi a problém. Mi a problém? Ki van csúszva az egyik. Előrébb van. Te hármat látsz rajt? Igen, én hármat látok rajta. Én csak kettőt. Szerintem nem lesz jó, hidd el. Megoldom. Megoldom. Én látom. Hát hülyetek? Persze. Menjél, megyek ide. Bocsánat. Mehetek a 82-esbe? Mehetsz. Hidd el, nem lesz jó. Tuti. De kettő zöld, egy piros, és a középső az nálam kintebb van. Igen. Igen. Addig izé, felfogom ezt, és akkor úgyis... Ja nem, majd mindjárt. De, ezt felfoghatom addig. Oké. Okay. Egyébként logikus, hogy itt végtelen rönk van, mert ugye a vonattal, amit hoznak, ki van találva ez? Hát bocsánat, hogy szarokszunk, de... Én addig itt megfordulok, és jövök vissza ezért a rönkért. Kicsit kékel az a lemtéző. Na, mi pálya? Na, beljebb van. Na, kíváncsi leszek. Te! Az a harmadik log, az nem olyan log. Ne! Te harmadik logot én nekem nem is látok rajt. Én nem mondom neked. Én most látom, a harmadik log, az textúra log. Sem. Szerintem az csak itt volt lenn a földön, hogy itt föl lehet venni ilyen dolgokat. De szerintem ott van nekem, van a földön. De... Nálam a póton van, de. De ugye... lehet, hogy nekem kéne, hogy rajt legyen, tudod, én láttam a föld. Akkor tudnám ugye csak fölrakni.
Nem, most annak nincs is pontja, semmilyen pont. Se piros, se zöld. És egyébként eltűnt a földről is most. Mindjárt megyek ám innen, csak meg itt azért próbálta megfordulni. Bocs, hogy szarakszok, csak most már csak azért is. Semmi gond. Ez erre van számva. Oké. Közben megfordultam, hogy majd tudjak fölfogni rá. Én is úgy mondták, hogy kedvelik ezt a dobozgatós, rakodós témát. Most megkapják. Itt van. Csak megint föl kell menned majd, lehet a dombra. Már mondjuk lehet súlya most jobb. Nem tudtam eléggé megemelni. Fölmegyek majd. Furcsa is, hogy az miért van itt a logstation mellett az a log. Lent keresztben. Júj. Ja. Te úgy ezt az MTZ-t. Ez jó? Ez fú. Nem jó? Ez a legjobb eddig. Tehát a daru után ez magasan visz mindent. Igen. Meg lehet, hogy jót tett neki a súly is. De nekem elég fürge, jó mozgású. Jót tett neki a súly is, meg amúgy nem érzem, hogy ez OP lenne. Tehát. Szerintem egy ilyen MTZ ilyen. Figyelj, pont TikTokra, amit raktam ki videót meg, amit elküldtem neked. Hát, igen. Ugye mondták, hogy mert az MTZ az csítás, hát az pont egy ilyen ironikus akart lenni, amikor úgy megy az erdőbe a hasigérő sárba, mint az őrült, nem? Ja. Várjál. Ahogy rohadjon meg. Várjál, azon gondolok, hogy megdöntöm felé. Nem tudom megdönteni felé. Jó. Ah, jó van, benn van. Oké. Okay. Igaz, az első kerék a levegőbe. Ja, nem probléma. No probléma. Lehet jobb lesz amúgy, hogy nem fog beleesni. Mert kinyitom azt a szakart. Én most, és jó, mert most én is látom az egészet. És biztos, hogy jó lesz, mert ezelőtt én azt láttam, hogy ilyen pantomim ezzel hallod. Na, rátolatok, figyelj. Várjál. Hadd menjek ki. Valahogy. Okay. Na, akkor remote cargo. Ne remove, na ott van. Ennyi. Easy-ke. Oké, hogy ízi gyerekek, de sajnos meg kell, hogy állítsam ezt a videót, bármennyire is a tetőfokára hágtak az izgalmak ebben a pillanatban, de túlságosan hosszúra nyúlott ez a projekt, mivel azért nem volt annyira könnyű ez a kettő pótkocsis faszállítás, úgyhogy a következő részben várunk benneteket Bencével, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sziasztok!